Majd én megnézem, hogy ki csenget ilyen idegbeteg módon. Betörünk. Hát hogy képzeld el, hogy egy idegen lakásba jut betör? Hát tudja, hogy betörtem. Hát ilyen nincs. Dehogy is nincs, van, mindjárt megmondom én magának, hogy... Jaj, felsőbb leülök. Ugye fáradtam. Maga is leülhet. Köszönöm szépen. Micsoda? Hogy én is leülhetek a saját lakásomba? Miért ne? Azt hiszi, hogy mi vidéken nem tudjuk, hogy mi az iparosság. Csücsüljön már le arra szépen a... Csücsüljön? Hát oda csücsülök, ahova akadok. De ide figyeljen, nénike! Micsoda, nénike? Én, nénike? Aki úgy járja a csárdát a kultúrházba, amikor a Pintér Jóci húrba tartom. Ne rángasson már engem! Nem rángatom, csak mutattam, hogy mifelénk hogy járják a csárdát. Inkább azt mondja meg, hogy ki maga. Mariska vagyok. Lelkem, Mariska. Nem Nénike. Mariska? Hát, ide figyeljen, Mariska. Azt mondja meg nekem, hogy milyen okból törte ide a lakásokat. Hát, először is azt szeretném tudni, ott vagyok-e, ahol akarok. Azzal beszélek, akivel akarok. Maga Köves Szabolcs építészmérnök? Igen, Köves Szabolcs építészmérnök vagyok. Hát, akkor megmondhatom. Jaj, ezek a székek olyan kényelmetlenek. Nem baj, majd az esküvők után kicserélni. Milyen esküvőről vettél? Hát a miénk. Nem voltam. Hát fiú nézőbe jöttem. Azért jöttem, hogy ne kérem a kezemet. Ja, az én kezemet hogy megkérje? Igen. Azért jöttem fel Pestre, keresek magának egy szép szár deli legényt. Pesten él 2 millió ember. Miért pont engem választott? Hát egy ismerősöm ajánlotta. De nem gondoltam, hogy ilyen nyiszlett alak vagy. Jó reggelt, hiszem, tárgyalok vissza. Hát, de ilyet nem igaz. Hát, hogy képzeli magát, hogy csak így, ez csak így megy, bejövünk egy lakásba, és tudj. Miért? Hát máma már más világban. A férfiak és a nők egyenrangúak. Miért ne kérhetném meg egy nő egy fiúkat? És nem gondolja, hogy abban nekem is van egy kis beletolás? Ha, csak nem én vállam. És ha én nem megyek? Na, azt szeretném én látni. De hát azt se tudom én, hogy ki maga kicsoda. Mindjárt megmondom én. A felső hatházi kettőben a Pétét kiváló dolgozó címmel kitüntetett fő tehenésze vagyok. Nem bánom, feljem meg a tehenet. Feljem magának a teheneit a rózsaságból. Értse meg már, hogy én egy amerikai cég főmérnöke vagyok. Nem baj. Akkor én költözöm fel hozzá a testet. Minden, hogy hol vagyunk, csak szeressen meg. Hát, úgy élhetnénk ketten, mint a parangok, mint a gerlicék. Akkor elénekel székességem, boldogságban. Akkor elénekelhetném neked, hogy az a szép, az a szép, az a szép, akinek a szemeteket. Én nem bírom, már megőrülök. Ettől? Nem baj, tudok én mást is. Tanultam a televízióból, hogy lesz maga Justice az egész! Csak az egész! Hagyja abba! Én kívülök az ablakon. Na tessék, hát így bánsz a mennyasszonyoddal? Mi van? Az én mennyasszonyom. Hát értse meg már, hogy én nem szeretem magát. Nem baj, 20-25 év alatt majd belérszerek. Én nem akarok magába szeretni. Persen kételezi rólam, hogy nekem már van valaki? Én annak is utána jártam. Tudom, hogy van egy lány, aki vidékről felköltözött Pestre. Tehát az nem komoly dolog, az csak egy futókaland.
nagyon szeretem azt a lányt, és feleségül is fogom venni. Feleségül veszed a Csaba és Zsuzsi? Igen. Aki jelenleg is itt van nálad? Esküszöm, hogy feleségül. De honnan tudja azt a lányt? Hát ő mondta, hogy feljön Pestre, és megyünk ebben utána. Ő mondta magát. Ezt nem értem. De hát akkor ti maga?